Átadta a Bonyhádi sportpályát a városa kivitelezőnek, és ezzel elkezdődhet a felújítás. Filoni Ferenci Bolya polgármester azt mondta, a közhiedelemmel ellentétben nem stadion épül, hanem a meglévő pálya felújítással kezdődhet meg. Magyarország kormánya 1 milliárd 567 millió 180 ezer forinttal támogatta Bonyhád városának azt az igényét és azt a kérését, hogy sportinfrastruktúrális célra fejlesztéseket valósítsunk meg. Ennek a támogatott forrásnak az egyik részét a Perccel 44-ben található kuriális háznak a felújítására fordítjuk. Itt már az építkezés zajlik, az a közbeszerzés már hamarabb lezárult, és ott már folyamatban vannak a munkálatok, és a másik része ennek támogatott forrásnak a felhasználásának pedig a sportpálya felújítása. A tervek szerint megújulnak az öltözők, korszerű műanyag borítást kap a futópálya, illetőleg megújul a nagypálya, és egy új füves edzőpálya is létrejön. Emellett világítás is segíti majd a felkészülést. Külő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója azt mondja, várhatóan magasabb színvonalú sporteredmények lesznek a korszerűsítés után, miután a Majosi és a Bonyhádi labdarúgók is magasabb osztály elérését tűzték ki célul. Az atlétikai klubnak is vannak tervei, hogyha már itt van egy ilyen szép és elkészül ez a rekordtán futópálya mindenféle atlétikai elemmel, akkor ők is szeretnének majd minőségben esetleg olyan versenyeket idehozni, amik eddig nem voltak jellemzőek. A város valamennyi lakójának épül ez a pálya, nem csak a versenyzőknek, hangsúlyozta a város polgármestere. Október 22-ig tart a felújítás, és a tervekben egy nagyszabású nyitómérkőzés is szerepel.